elindult az új tanév, a tanévet megelőző nyár, hogyan telt? Köszöntöm a kedves Zalaszangrótig lakosokat. Az intézményben a nyár munkával telt, a nyári karbatartás során a szükséges tisztító a karbatartók elvégezték, és tiszta intézmény várta a gyermekeket az első tanítási napon. Volt a -e rendkívüli esemény gondolat itt elsősorban a viharra? Igen, sajnos az iskolát sem kerülte el az időjárás viszontagsága. 26 betört ablak, és nagyon beázott az intézmény egyik lapos tetővel rendelkező része. Ennek a kiavítása folyamatban van, a károk felmérése is folyamatban, a tankerület nagy erővel segít a helyreállításban. És erre az anyagi források is megvannak, gondolom? Igen, az anyagi források rendelkezésre állnak, az épület biztosítva van, és a biztosító is teljes egészében téríti a kárt. Hogyan kezdődött az új tanév, gond nélkül, pedagógus ellátottság? Mit tudunk ezekről elmondani? bátran merem mondani, és megerősítem, hogy a szakos ellátottságunk az intézményben százszázalékos. Érkeztek új kollégák, kémiát tanító kolléga, új kolléga, a matematika, fizikát is, gimiben és általános iskolában új kolléga fogja tanítani, és a vezetőség is most már nyugvópontra került. Az alsós intézményvezető helyettes dr. Dormánné Kovács Erika személyében öt éves megbizatást kapott, és a az Erkel Ferenc Zeneiskola tagintézmények a vezetője, Bodnár Sándor tanár úr is öt évre megbízást kapott az intézményben. Milyen tervekkel vágni ki az iskola az új tanévnek? Már a tanévnyitón is elmondtam a kedves szülőknek, hogy szeretnénk a minőségi oktatást még minőségibbre venni az alaszágrót ideák intézményben, és ennek érdekében a nyár folyamán a vezetőséggel kidolgoztunk egy olyan programot, amely a minőségi oktatást segíti. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az alsóban a negyedik osztályok elég magas létszámúak, ennek mi nagyon örülünk, viszont 28 és 30 gyermekkel matematikát, magyar nyelv és irodalmat, környezetismeretet elég nehéz minőségi oktatást folytatni, ezért a tankerület engedélyezte a csoportbontást. Ez azt jelenti, hogy a két osztályt három csoportra osszuk ezeken a tantárgyakon, és tehát 18-19-es osztálylétszámmal én azt gondolom, hogy matematikából a pedagó, a tanítónéni oda fog érni minden gyerekhez, meg tudja nézni, hogy megvan -e, hogy ki van-e hegyezve a ceruzája, és környezetből pedig akár kísérletezni is tudnak már az alsóban a negyedik osztályosok. A beiskolázást illetően az elsősök és a kilencedikes osztályok hogy álltak össze? Az első osztályban 17 és 22-es osztálylétszámmal tudunk indulni, a 9. osztályban a beiskolázásunk jelenleg 23 fő, de az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy mindig jön 3-4 gyerek a gimnáziumba. És hát ehhez még várunk gyerekeket, de 23 fő a 9. osztályunk. A minőségi oktatás fejlesztésén kívül mit hozhat még a tanév? Gondolok itt programokra, táborokra, pályázatokra, egyebekre. Így van, a tanórán kívüli tevékenységek is a minőségi oktatást támogatják, és erre is nagy figyelmet fordítunk. Most már több éve, lehet, hogy már évtizede is, sí táborba visszük a gyerekeket. Második éve gyakorlat, hogy a személyiségfejlesztő táborban Ebben az évben több mint száz gyerek vett részt palotabozsokon, két osztály vett részt tavaly az Erzsébet táborban, szeretnénk ebben az évben is, és vannak regionális, illetve területi versenyeink, az alsó tagozatban a szépolvasás verseny, amely most már több éve a környező iskolákból is nagy elismerést váltott ki, ezt is szeretnénk továbbvinni, és a határtalanul pályázatunkat természetesen most a gimnáziumban két osztályban szeretnénk megvalósítani. Ide tartozik talán az is, hogy a korábbi igazgatói egy Varga Tamás által játszott játszótér sorsa mi lett. Igen, a nyár folyamán egyeztettünk a kedves szülőkkel, az önkormányzattal, és hamarosan neki fogunk az udvar kiépítésének, amit kollégám Varga Tamás álmodott meg.